Sziasztok! Talán 50 vagy 100 évente adódik olyan pénzügyi lehetőség, mint ma. Tálcán kínálják a profitot. Nem részvény, nem bitcoin, nem kell óriási kockázatot vállalni, csak racionálisan számolni. Az első befektetésemet 1996-ban csináltam meg, pontosan 27 évvel ezelőtt. Ennél jobban azonban talán egyiket sem szerettem, mint ezt. Miért? Két év alatt 6 millió forint Adózott a profitot tudunk elérni megerőltetés kockázat vállalás nélkül. Mutatjuk, hogy hogyan. Mindez nem másról szól, mint kamat különbözetek kihasználásáról. És akkor csapjunk is bele. Na, az egyik oldalon adott a lehetőség, hogy állampapírral a következő egy évben 16%-os fix kamatot keressek meg. Ezt követő évben várhatóan 18,8% kamatot érhetek el, majdnem 19%-ot. Azért várhatóan, mert ez az inflációhoz kötött a 2023-ashoz. Tehát elérek 16%, majd 18,8% bevételt, míg a túloldalon fel tudok venni hitelt 9,5 on Ez egy szabad felhasználású jelzálók hitel. Na már most a hitel, jól hallottátok, a hitel kamata lényegesen alacsonyabb, mint az állampapír befektetésen elérhető kamat. Az első évben 7,5 kal kereshetek többet, a második évben 9,3 kal várhatóan. Ez egy hatalmas kamat különbözet, ami hatalmas profitot termelhet számunkra. Hogyan lehet mindezt megcsinálni? Csapjunk bele! Ami szükséges hozzá, az egy tehermentes ingatlan. Sajnos szükséges hozzá meglévő vagyon. A tehermentes ingatlan azt jelenti, hogy egy olyan ingatlan, amire nem vettünk fel korábban hitelt. Ami még szükséges hozzá, az igazolt jövedelem. A meglévő ingatlanunknak a 70 piaci értékének 70%-áig vehetünk fel hitelt, és ezt fektetjük be állampapírba. Nézzünk egy példát. Ahogy mondtam, ehhez sajnos szükséges vagyon, mi most egy 50 millió forintos értékű ingatlanra vetítve számolunk ki egy, egy példát, hogy milyen profitot érhetünk el. Oké, okay, van egy 50 millió forintos ingatlanunk, tehát ennek a 70%-áig vehetünk fel körülbelül hitelt, ami 35 millió forint ezt a 35 millió forintot egészében évben befektetjük 2030 per Ilona elnevezésű infláció követő állampapírba. Ahogy mondtam, az első évben ez 16% fix kamatot fog fizetni. A felvett 35 millió forintnyi hitelünkre 327 ezer forint törlesztő részletet fogunk fizetni az említett 9,5%-os fix kamatszinten. Mindeközben a túloldalon, az állampapíron havonta 505 ezer forint kamatot keresünk meg az első évben. Egy kicsi probléma van, hogy ezt a kamattömeget, a havi 505 ezeret az év végén egybe kapjuk meg kamatfizetésként, míg a hitelt havonta kell törleszteni, de később erre is feladunk megoldást, hogy később kapjuk meg a kamatot, a hitelt közben pedig, pedig folyamatosan havonta kell fizetnünk. De menjünk tovább. Van tehát az első évben 327 ezer forint havi fizetés a banknak, 505 ezer forint havi kamatbevétel az állampapíron, amit évvégén kapunk meg. A második évben az 505 ezer, az megemelkedik 610 ezerre, mert nő az elérhető kamatszint. Látjátok a különbséget, kevesebbet fizetünk, mint amit kapunk. Az egész történetet addig tartjuk, amíg az állampapírnak a kifizetett kamata meghaladja a 9,5 on felvett kamatszintet. Amint a hiteloldali kamatszint alá be az állampapír, hiszen egy, évente változik a kamatfizetés az inflációval, akkor megfogjuk és eladjuk az állampapírt, és visszafizetjük a hitelt. És akkor álljon itt egy összefoglaló tábla, amin pontosan láthatjátok, hogy hogy működik az egész, ezen a 35 millió forintos példán bemutatva, látjátok, hogy mi történik az állampapír oldalon, mi történik a jelzálok hitel oldalon, és látjátok, hogy a végeredményben hogy áll össze ezen az egészen 6 millió forintnyi adómentes, szintiszta, ropogós profit. És na figyelem, ez nem 6 millió forint elért profit 35 millió forintnyi befektetésen, azaz 17 százalék két év alatt, nem, ez nem egy 17 százalék két év alattnyi befektetés, hiszen itt nem saját tőkét tettünk bele. Itt biztosítottuk az ingatlan mint fedezetet, de nem saját pénzt fektettünk be, hanem hitelből fektettünk be, tehát így a hozam az lényegesen magasabb. A 6 millió forintot tehát úgy keressük meg, hogy egész egyszerűen kihasználjuk a hitel és az elérhető befektetési kamat közötti differenciát úgy, hogy nem bitcoinba, nem részvénybe fektetünk, nem óriási kockázatot vállalunk fel, hanem forintban, állampapírban fektetjük be a pénzünket. Na most mindez leegyszerűsítve, a minden 10 millió forintra vetítve, hiszen nem feltétlenül mindenki 35 millió forinttal fogja megcsinálni ezt a történetet, minden 10 millió forintra vetítve 1,7 millió forintnyi adómentes profit érhető el 2 év kettő hónap alatt. Azt gondolom, hogy ez nem egy szégyen teljes összeg, ezért azért érdemes lehajolni, viszonylag ritkán fogtok ilyet találni a, 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 a pénzügyi porondon. Na és akkor térjünk egy kicsit arra, hogy mi történik, ha nem tudjuk fizetni a havi törlesztő részleteket. Jelen példában 327 000, ugye 35 millió forintnyi hitel után a havi törlesztő részlet a bankban. Ha nincs akkor a tartalékunk a fizetés, fizetésünkben, a folyamatos havi bevételünkben, akkor mit csináljunk? Erre is van egy megoldásunk. Az állampapírok részleges folyamatos eladásából tudjuk finanszírozni a hitel törlesztést az első évben. Az első évben, mert az első év végén megkapott kamatszint az pontosan eh, pont a kamatból már ki fogjuk tudni fizetni a második évben teljesítendő eh, hitertörlesztésünket, tehát erre is csak az első évben van szükség, ez is megoldható, ekkor már egy önfinanszírozó modellről beszélünk, ha viszont időközben eladunk állampapírt, hogy abból fizessünk eh, törlesztő részleteket, akkor kicsit kevesebb az az összeg, ami folyamatosan kamatozik, így, így egy kicsit kevesebb lesz az elérhető, elérhető profit, mint egy 25, 25 százalékkal, de az még mindig egy tetemes összeg, ami miatt ezt megéri megcsinálni. Na és akkor egy picit álljunk meg itt, és nézzük meg azt, hogy hogyan működik az állampapír kamat fizetése. Még egyszer mondom, ez egy infláció követő állampapír a 2030i. Ezt ha most megveszük, akkor először 2024. februárban fog kamatot fizetni. Már az első naptól ez nekünk 16% fix, jól látható kamatot fizet 2024. februárjáig. A következő kamatfizetés 2025. februárjában fog megvalósulni, ami már a 2023-as év átlagos inflációjának, átlagos inflációja plusz másfél százalékot fog kitenni. A Nemzeti Bank utolsó előrejelzése szerint, ami decemberben jelent meg, az idei évben várható átlagos inflációnak a, 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 az értéke az 17,3 százalék lehet, azaz ezt kell megnövelni másfél százalékkal, és 18,8 százalékot kapunk. Ez a várható értéke a 2025. februárjában megkapható, megkapható kamatnak eddig tart a számításunk, ugye mind a hitelnek, mind az állampapírnak hosszabb a futamideje, egy 20 éves hitelről beszélünk, és egy 2030-ban lejáró 7 éves futamidejű állampapírról, viszont ezen a ponton, ha azt látjuk, hogy már alacsonyabb lenne a, az állampapír kamatfizetése a lecsökkent infláció miatt, mint a számunkra fizetendő 9,5%-os fix kamat, akkor semmi más nem csinálunk, megfogjuk az állampapírt, eladjuk, és visszafizetjük belőle a meglévő hitelt, a kettő között pedig ott fog állni a profit, aminek nagyon-nagyon örülünk. Na most az állampapír eladásnak lesz egy költsége, hogy ezt kincstárnál adjuk el, akkor egy, egy, azaz egy százalék. Na most a figyelmet, ugye, hogy a 18 százalék, 16 százalék kamatot érünk el, és ehhez képest egy, százalékról beszélünk, tehát nagyjából két és fél-három hétnyi kamatot veszítünk el. Ez az utolsó két és fél-három hétre nem fogunk kamatot kapni, amikor eladjuk. Ez egy minimális költség ahhoz képest, amennyit, amennyit kereshetünk kamatbevétel oldalon. Nagyon fontos látni, hogy minden egyes pillanatban tudom, hogy a következő kamatfizetése mennyi lesz az állampapírnak. Nincs olyan pont ebben a történetben, amikor bizonytalan vagyok, hogy a következő kamatfizetés mekkora. A következő utáni kamatfizetés, az abban már van ismeretlen, mert ott még az aktuális infláció befolyásolja a kamatot, de a következőt azt pontosan tudom. És ez az, ami miatt nincsen bizonytalanság abban, hogy magasabb lesz-e, vagy alacsonyabb lesz-e a megkeresett kamat, mint a fizetendő kamat. Ezért zárt ez a Konstrukció. Jó, nézzük meg egy olyan nagy kérdést, hogy nem kockázatos ez? Mégis az ingatlanunkat adjuk fedezetként a banknak. Hát nézzük máshonnan. Ha lakás vásárlásra veszünk fel hitelt, azt ma már mindenki elfogadja, hogy ez, hogy ez, hogy ez teljesen normális dolog, ha észszerű keretek között csináljuk. Mi történik ott? Megveszünk, felveszünk hitelt megveszünk a lakást, ebbe beköltözünk, és ezt adjuk, ezt adjuk fedezetbe. Ebben a konstrukcióban semmi más nincsen, mint az ingatlan, amit odaadtunk fedezetnek, meg a folyamatos havi bevételünk, amiből törlesztenünk kell. Ha nem tudunk törleszteni a banknak, akkor, sokkor, akkor, akkor, ott van, hogy a fedezetet ér, fedezettel probléma. Lehet elviheti ezt az ingatlant a bank. Na most ebben a konstrukcióban, ahol felveszük a hitelt, odaadjuk ugyanúgy az ingatlant fedezetnek, az ingatlan mellett megkeletkezik egy második fedezet, maga az állampapír. Végig ott van az állampapír, tehát ez egy duplán fedezet konstrukció pénzügyi szempontból, nem állítok mást, mint hogy ennek a konstrukciónak sokkal alacsonyabb a kockázata, mint az annak, amikor én ö, normál lakásvásárlásra veszek fel hitelt. Kettes számú pont ehhez kapcsolódóan, hogy egészen egyszerűen ne legyünk buták. Tehát, hogyha felelősséggel nyúlunk ehhez a történethez, ha felvesszük a hitelt, és az állampapírba tesszük, és az ott van, és nem jut eszünkbe két hónap múlva, hogy az állampapírban lévő pénzből Audit, BMW-t, Mercedes-t, mit tudom én, mit vegyünk, vagy szépen körbeutazunk a, a, a földet, akkor, akkor, akkor elherdáltuk a pénzt. De könyörgöm, ez ellen semmilyen buta pénzügyi döntés ellen nem véd meg minket senki attól, hogy létezik egy pénzügyi lehetőség, azt el lehet rontani, ha felelőtlenül élünk vele, de ez felelőtlennek kell lenni. Ez a konstrukció, amiről itt szó van, kizárólag azoknak javasolható, akik pénzügyileg fegyelmezetten tudnak élni. Akik nem, azok felejtsék el. És utolsó mondásom itt ehhez a kérdéskörhöz, hogy a hitel nem egy ördögtől való dolog. Okosan, és jól kell tudni használni a hitel lehetőséget. Időszámításunk előtt 2000 környékén jelent meg az emberiség történetében a hitel, azóta velünk él, és mindig abban az esetben volt probléma a hitele, amikor ezzel valaki felelőtlenül élt. Minden egyéb esetben meg hozzájárulhatott az ember, az egyén vagy a társadalom fejlődéséhez, amikor ezt felelősséggel használták. És akkor nézzük meg, hogy itt voltak ezek a számítások, itt van ez a lehetőség, de mi ennél többet kínálunk nektek, a bankmonitor a konkrét megvalósításban is veletek tud lenni. Egyrészt minden részletet elolvashatsz a videó alatt található linken, másrészt állunk rendelkezésedre, személyre szabott számításban tudjuk bemutatni, hogy a te esetedben, a te hitelminősítéseddel milyen hitelt érhetsz el abból hogyan vásárolhatsz állampapírt, és konkrétan hogyan lesz ebből egy olyan konstrukció, ami a harmadik-negyedik hónaptól kezdve neked profitot hoz. Az első két-három hónapban ott ugye a kezdeti költségek azok, amik, amik egy minimális, minimális negatívumot tudnak mutatni, de láttátok a grafikont a videó közben. Bemutatjuk neked, hogy hogyan alakul a hitel, és a befektetés, folyamatában, minden egyes pillanatban, havonta fogod tudni megnézni, hogy a te esetedben ez hogyan működik. Megmutatjuk, hogy milyen lépéseken keresztül vásárolhatod meg az állampapírt. Választ az összes olyan kérdésedre, ami úgy kezdődik, hogy mi történik, ha. Ebből lesz körülbelül 10-15. Átvállaljuk tőled a banki ügyintézés szinte teljes folyamatát. Nem utolsó sorban értünk hozzá talán nem véletlen, hogy a Bankmonitor Magyarország legnagyobb független pénzügyi szakértő cége. Fordulj hozzánk bizalommal ugyanúgy, ahogy több tízezer, több tízezren korábban már megtették. Remélem, hogy segítettem, pörgesd vissza, hogyha sok volt a matek, nézd meg a linket, számolj velünk, érd el a profitot, és legyél boldogabb. Sziasztok!